Szeretettel üdvözlök mindenkit, és örülök, hogy ilyen szép számban összejöttünk erre az alkalomra. Azért is, mert egy olyan témáról szeretnék itt most szólni, amely mind a mai napig nem tisztázott, bizonyos részleteiben nem tisztázott, és meg kell mondjam, hogy olyan történészektől, akik Mondhatom úgy, hogy a nemzeti oldal szellemiségét képviselik. Olyan történészektől is hallok manapság a TISZA gyilkosság évfordulója kapcsán véleményeket, amelyeket nem tudom, hogy miért fogalmaznak meg. Azért csodálkozom ezeken a véleményeken, mert most már annyi bizonyító erejű adat áll a rendelkezésünkre arra nézvést, hogy Tisza István halálát nem valamiféle népharag, spontán népharag okozta, és arra nézvést is, hogy ez nem egy, a, tettesek nem ismeretlenek, és akik ezt elkövették, azok egy igen gondosan megtervezett cselekmény sorozatnak az elkövetői részesei voltak. Tehát van miről beszélni ebben a kérdésben, és a fő forrás, amire támaszkodom, és ami miatt bizonyos megállapításokat úgy érzem, hogy joggal kritizálok, az az a Adbírósági jegyzőkönyv, amelynek a szó szerinti anyaga körülbelül 15 évvel ezelőtt került elő. Korábban úgy tudták, hogy ez az anyag elveszett, és egészen érdekes módon került elő ez az irattömeg, amely könyv alakban is megjelent. Ennek ugye rengeteg olyan adata van, rengeteg olyan információ jön elő ebből a jegyzőkönyvből, amely egyértelműen cáfolja azokat a nézeteket, amelyek közül nagyon sok még mindig tartja magát, de hogy miről is van szó, akkor érdemben nézzük a részleteket. Egyes történészek Tisza István hibájaként róják fel, hogy az első világháború időszakában elutasította az ellenzék választójogi javaslatait. Előjáróba érdemes ezért néhány pillantást vetni ezekre az úgynevezett hibákra, melyek végül a lemondásához vezettek. 1915-ben Rakoszki István, aki a néppárt alapítója volt, azt javasolta a parlamentben, hogy a frontkatonák kapjanak választójogot. 17-ben az ellenzéki pártok létrehozták a választójogi blokkot, és ezt céljául tűzte ki az általános és titkos választójog megadását teljes körű választójogra gondoltak. Tisza mindezt elutasította, és 1917. áprilisában, amikor negyedik Károly király felszólítja a magyar kormányt, hogy tegyen javaslatokat, a választójok kiterjesztésére, illet, és népjóléti intézkedésekre, akkor Tisza ebbe sem megy bele. Az ellenzék elfogadta volna akkor a 15%-os arányt, tehát hogy a választók 15%-a jusson választójoghoz, de Tisza csak 13%-ot fogadott volna el, a nők választójogára pedig nemet mondott. Mivel a király nem fogadta el a, az ő választ, kormányának a kormányának törvény tervezetét, törvénytervezetét, Tisza lemondott. Történt ez egy olyan időszakban, amikor a világháború hihetetlenül nehéz terheket rótt az országra, az egyre radikálisabb ellenzék pedig kíméletlenül támadta a Tisza kormányt. 915. május közepétől, tehát amikor Rakowski a katonák ö, választójogára javaslatot tett. A fővárosban főzőlisztből a személyenkénti feladatokat heti 20 dekagramban állapították meg. Decemberben országosan bevezették a kenyérjegyet, 916. februárjában zárolták a tízmázsán felüli cukorkészleteket, az év végén drasztikusan emelték a cukor, a villany, a gáz árát, és 17 márciusában a kenyér kenyérfejadagot 28 dekára csökkentették. A lakosság mindezt nehezen viselte, és érthetően nőtt az elégedetlenség, a feszültség. Ebben a helyzetben a békeszerető, de az adott történelmi helyzet kezelésére teljesen alkalmatlan negyedik Károly népjóléti intézkedéseket kért Tiszától. Az ellenzék és a vele szimpatizáló sajtó pedig végletekig fokozta az indulatokat. A választójoga kapcsolatban tudni kell, hogy 13-ig az 1874-es választójogi törvény volt érvényben, amelyet a maga idejében korszerűnek és demokratikusnak lehetett tartani. A jogosultság a magyar honossággal rendelkező 20. életévüket betöltött férfiakat illette meg. Kizáró okot állapítottak meg a cselédek, ipari tanoncok vagy egyéb szolgák esetében. Nem szavazhattak továbbá a katonák, a pénzügyőrök, a csendőrök, a rendőrök, az elítéltek és a csődeljárás alatt állók. Viszont szavazati joghoz lehetett jutni földtulajdonnal, illetve megfelelő nagyságú földház és jövedelemadóval, valamint az úgynevezett szellemi cenzussal, szellemi vagyonnal, ez utóbbi körbe tartoztak az akadémia tagjai, tanárok, tanítók, kisdedogok, orvosok, gyógyszerészek, mérnökök, jegyzők, okleveles gazdák, lelkészek és segédlelkészek. Tőlük a törvény nem igényelt vagyont, jövedelmet vagy adófizetést. Ezt a választó jogi törvényt aztán felváltotta az 1913-as, de annak alapján a világháború időszakában nem tartottak választásokat. Ez időtájt igen sok iskolázatlan, írástudatlan, vagyontalan ember élt hazánkban, akiket a választójog nem illetett meg. A Tisza kormánya szemben álló ellenzéki erők pontosan tudták, hogy az elégedetlen, felizgatott, sztrájkoló és tüntető munkásság a nincs telenek a katonák körében népszerűséget lehet szerezni az általános választójog követelésével. A háború végére ebből valóban komoly politikai tőkét kovácsoltak maguknak, mert sokakkal elhitették, hogy a többséget kitevő kisemberek érdekében politizálnak. Könnyű utólag kritikával illetni Tisza Istvánt, és azt mondani, hogy érzéketlen volt a jogosnak tűnő követelésekkel, a demokrácia alapelveivel szemben. Tisza szerette a hazáját. Reálpolitikusként felmérte, hogy a szociális gondokkal küzdő sok nemzetiségű országban, ahol nem csak a háborús megpróbáltatások, hanem az ország területi egységének kérdése is fenyegető árnyékot vet a közeljövőre, nem engedheti meg a választójog nagyfokú kiterjesztését. Számára ez tipikus helyzet lehetett. Nézetem szerint az általános választójog megadása. Mindenképp az ellenzék, illetve a szomszédos országok nacionalista erőinek a malmára hajtotta volna a vizet. Bár tudjuk, hogy ez fikció, mert a világháború miatt választásokra nem került sor. Ami a nők választójogát illeti, azzal kapcsolatban elég, ha emlékeztetünk arra, hogy ez a jog TISZA kormányzása idején oly mértékben gyerekcipőben járt, hogy még a példásnak tartott nyugati demokrácia zászlóvívői is csak a második világháború után vezették be, például Franciaországban, Olaszországban 1949-ben, míg a népszavazási hagyományairól közismert Svájc csak 1971-ben adott a nőknek választójogot. Ennek fényében érthető, hogy Tisza István, vagy ha Tisza István ezt a kérdést nem tartotta időszerűnek. Magyarországon egyébként a nők választójoga az úgynevezett tanácsköztársaság óta, tehát száz éve, ha más-más formában is, de folyamatosan tart. Tisza István a kapcsolatban nemrég egy történész hivatkozott József Főherceg királyi megbízott emlékirataira, amelyben szerepel, hogy október 28-án Tisza azt javasolta neki, Károlyi Mihályt kell miniszterelnökké kinevezni. Idézem, mert ma már minden más elkésett. Ez a nyilatkozat azt a látszatot kelti, mintha József Főherceg Tisza István javaslata alapján nevezte volna ki Károlyit miniszterelnökké. Persze nem zárható ki, hogy Tisza, látva a romló belpolitikai folyamatokat, valóban tett ilyen javaslatot. Ne feledjük, hogy Tisza leköszönése után 917 júniusa és 18 novemberek között, vagyis másfél év leforgása alatt hetes kormánya volt az országnak. Igaz, ebből négyet egynek vehetünk, mert Vekerle Sándor lemondását az uralkodó csak az ötödik alkalomra fogadta el. József Főeszeg 1927-ben az emlékirat megírásakor már sok minden tisztán láthatott. Látta a súlyos következményeket, azt, hogy Károly annak idején miként ágyazott meg a proletár diktatúrának, majd ostoba politikai lépéseivel, trianont megelőzve, miként járult hozzá Magyarország feldarabolásához. Érthető, ha a főherceg az emlékirataiban kitért Tisza javaslatára, hiszen ezzel valamelyest tompította a saját felelősségét. Az említett történész azt is állította, hogy a forradalom vezetőinek nem állt érdekében Tisza István meggyilkolása. Azért nem, mert szerinte a volt miniszterelnök már nem volt jelentős politikai ellenfél, másrészt ez a politikai ellenfelek számára lehetőséget adott volna a felbújtás vágyának megfogalmazására. Ezeknél is elképesztőbb az az állítás, hogy a forradalom vezetői a Tisza elleni gyilkosságot, idézem, erkölcsi szempontból megengedhetetlennek tartották volna, idézet zárva. Ezek az állítások, melyek szerint Tisza István meggyilkolása nem állt érdekében a forradalom vezetőinek, és ezt erkölcsi szempontból is megengedhetetlennek tartották volna, teljesen tarthatatlanok és megfelelő cáfolatban részesülnek reményeim szerint a most következő előadás során. Gróf Tisza István 1918. október 31-én történt megölésével kapcsolatban számos tanulmány és könyv született. Ezekben többnyire nem merül fel Károly Mihálynak a gyilkosságban játszott személyes szerepe és felelőssége, és a témáról évtizedeken keresztül szinte lehetetlen volt tárgyilagos elemzésekbe bocsátkozni. Mivel a marxista felfogású történelem szemlélet, mint említettem, a népharag elméletet helyezte előtérbe. Az első rendőrségi nyomozás iratai a kommun idején eltűntek, ezért az eljárást 1919. augusztusától újraindították. Az első hadbírósági per 1920. augusztus 2. és szeptember 15. között folyt le. A Tisza per 31 kötetnyi iratanyaga, valamint 17 füzetnyi gyorsírással készült jegyzőkönyve ma Budapest főváros levéltárában található. A hadbírósági tárgyalás elveszettnek hit, szó szerinti jegyzőkönyvi anyagrésze igencsak kalandos úton került elő, és 2002 táján Gróf Tisza István gyilkosai a hadbíróság előtt címmel a Magyar Ház könyvek kiadásában megjelent. A Bencsik Gábor szerkesztésében készült kötet rendkívül hasznos módon bővíti a gyilkossággal kapcsolatos ismereteinket. Ennek nyomán közelebbről megismerhetjük a bűncselekmény számos indítékát, a háttérben rejtőző felbújtók és elkövetők személyét, és egyúttal fény derül arra is, hogy a hadbíróság miért nem tudta megnyugtató módon lezárni az ügyet. Egyébként a könyv nem említi ennek a szószerinti jegyzőkönyvnek az elő, előkerülési körülményeit, ezért nem olyan régen Bencsik Andrással beszéltem erről, ő Gábor testvére, ugye a Demokrata főszerkesztője, és megkérdeztem, hogy hogy is került elő ez a szószerinti jegyzőkönyv. És a következőt mondta, hogy egy alkalommal, úgy 15-16 évvel ezelőtt, megjelent a Demokrata szerkesztőségében egy idősebb férfi, egy hatalmas paksamétával, irattömeggel, és letette a szerkesztőség asztalára. És valami olyasmit mondott, hogy ö, tudja, hogy itt ebben a szerkesztőségben rendes magyar emberek dolgoznak, és ez az irattömeg ez, ha jól emlékszem, a nagypapájáról maradt rá, aki annak idején a hadbírósági per jegyzőkönyveit, szó szerinti jegyzőkönyveit készítette, és ennek egy példányát ő megőrizte. Rámaradt ez az anyag, és hát eddig őrizte, ő most ide teszi, idehozta, odaadja a szerkesztőségnek, hogy tegyenek vele valamit belátásuk szerint, és és elment. És kérdeztem az Andrástól, hogy, hogy a nevét sem mondta meg, semmit tudni lehet egyáltalán valamit róla, és azt mondta, hogy semmit nem tudnak róla, nem is tudták tulajdonképpen, hogy mit rakott le az asztalra. Csak utána derült ki, amikor fölbontották ugye ezt a csomagot, és akkor vették észre, hogy bizony ez egy nagyon értékes dokumentum, tehát ez csak zárójelbe jegyzem meg, ennek a jegyzőkönyvi anyagnak a történetéhez. A Tisza gyilkosság nem csupán merénylet, illetve leszámolás volt a korabeli baloldal által bűnbaknak kikiáltott hogy Tisza Istvánnal szemben, hanem az úgynevezett Lánchidi csatától eltekintve nyitó eseménye is az idézőjelbe tehető őszi rózsás forradalomnak. A Magyarország történeti kronológiája című négykötetes kézikönyv 983-ban jelent meg, harmadik kötetében az 1918. október 31-i gyilkosságról mindössze ennyi szerepel, idézem, Tisza István gróf volt miniszterelnököt, ismeretlen fegyveres katonák budapesti lakásán agyonlövik, idézett zárva. Ma már tudjuk, a fegyveresek nem voltak ismeretlenek, és persze tudni lehetett ezt már 1920-ban is, hiszen a per során fényderült a gyilkosság számos részletére. A szálak Károlyi Mihály pártjához, illetve a katonatanácshoz, vagyis Károlyi szűkebb környezetéhez vezettek. A Tisza gyilkosság hadbírósági peranyaga, más forrásértékű dokumentumok, tanulmányok, visszaemlékezések mellett izgalmas kérdésekre ad választ, és megmutatja Károlyi Mihály sokáig takargatott, ismeretlen arcát. A tragédia előzményeit, az irányítók és a végrehajtók szerepét talán semmi nem világítja meg olyan életszerűen, mint a szóban forgó per jegyzőkönyve. Különösen fontos részletek derülnek ki az egyik vádlott, Hütner Sándor főhadnagy vallomásából, aki a tárgyalás kezdetén kimerítő alapossággal tárta fel a kulisszák mögötti mozzanatokat. <kül> a világháborúban érdemeket szerző Hütner szavahihetőségét több kutató is megkérdőjelezte, de az eseményekben való részvétele, illetve a mások valomásával egybevágó információi alapján közléseinek zömét hitelesnek tekinthetjük. Hütner 1918. október 25-én Pesten találkozott régi ismerősével Stanykovski Tibor szökött zászlóssal. Az ő tanácsára ment a Károlyi Párt Gizella téri irodájába, ahol Stanykovski bemutatta a jelenlévőknek. Ugye abban az időben ilyen emberek ilyen könnyen juthattak ugye a hatalom közelébe, hatalom irányítóinak a közelébe. Ezután megeskedték, hogy az ott hallottakat titokként kezeli. Évfél körül már áthívták a Károlyi Palotába, ahova együtt ment Csernyák Imre századossal. Fényes László hadügyi államtitkár fogadta, majd felvezette őket a Batyányi szalomban. Hamarosan megjelent Károly Mihály, vele Fényes László, Kéri Pál, Láhne Hugo, Sárosi István, Friedrich István és Lovászi Márton. Kéri beszélt a Károlyi párt céljairól, a negyedik Károly király alatti personálunió fenntartásáról egyúttal az ország függetlenségének megőrzéséről. Fényes László hangoztatta, hogy forradalom kitörése esetén a katonáknak nem szabad lőniük a forradalmárokra. Ezután a katonatanács 30 fős bizottságából megalakították a 11 fős végrehajtó bizottságot. Ebbe, ebbe bekerül Stankowski és Hütner Sándor is. Aki a Katona tanács titkára lett, míg az elnöki tisztséget csernyák Imre százados kapta. Hütner a bíróság előtt beszámolt, a Magyar Nemzeti Tanács október 27-én tartott Gizella téri tanácskozásáról is, amelyen a jelenlévők már a forradalom kitörésének terveit latolgatták, és listát készítettek azokról, akiket ártalmatlanná kell tenni. Tehát érdemes figyelni a dátumra, hogy ugye 1918. október 27-éről beszélünk. 28-án van az úgynevezett Lánchídi csata, és három nappal később ölik meg Tisza Istvánt. Tehát 27-én már egy halállistáról beszélünk. A lista élén Gróf Tisza István a munkapárt elnöke szerepelt. A tanácskozáson többek között részt vett Kéri Pál, Fényes László, Hoki János, Csernyák Imre, Magyar Lajos, Friedrich István, Simonyi Henrik, Szántó Béla, Kúnfi Zsigmond, Halász Lajos és Vágó Vilhelm Jenő. Hüttner nem volt ott, de Csernyától hallotta, hogy elhatározták, Tiszát a forradalom kitörésének napján megölik. Ez egy fontos mozzanat. Négy nappal Tisza megölése előtt a Nemzeti Tanács említett 11 tagja és társaik halállistát készítettek. Ezen a ta tanácskozáson Károly nem vett részt, de legközelebbi bizalmasa Kéri Pál igen. Ezután nyílt titok volt, hogy Tisza napjai meg vannak számlálva. A katonatanácsot hivatalosan csak a gróf elfogásának szükségességéről tájékoztatták, likvidálásának terve nem is lehetett hivatalos, de ekkor már a meggyilkolását tervezték a Magyar Nemzeti Tanácsról Taná találóan írta az 1944 végén elhunyt horánszky Lajos bankigazgató, politikus és publicista, Tisza István és Kora című, mint egy 1400 oldalas munkájában, 994-ben jelent Budapestre, idézem, maga a király is jóvá hagyta a tanács megalakulását, nem gondolva meg azt, hogy annak hatalmi felelőtlenségében minő veszélyek rejlenek. Jellemző volt, hogy a Nemzeti Tanács 20 tagja közül 14 a szocialista nemzetköziség álláspontját képviselte. Ez utóbbiak között számosan voltak, akik a forradalmi felfordulást előidézve később a szovjet szolgálatában fejtettek ki működést, vagy külföldre szöktek, hogy a megtorló leszámolást elkerüljék. Ezek között volt Bíró Lajos, Böm Vilmos, Diner Dénes József, Garami Ernő, Garbai Sándor, Hatvani Lajos, Jászi Oszkár, Púriusz Lajos, Szendepál, Kunfi Zsigmond, Weltner Jakab, és Bédi Schwimmer Rózsa, mind a defetista, fél és egész kommunista irányzat képviselői. Spiritus rektoruk Hok János lett, a hírhet kőbányai, majd városi plébános, akiről Markán markáns állapítja meg Herceg Ferenc két arckép című művében, hogy nevének hallatára összesúgnak a szabad köművesek és pirulnak a katolikusok, idézőjel zárva. 1918. október 28-án délelőtt Hütner elment a Károlyi párt körhelységébe, ahol együtt találta Kérit, Fényest, Csernyákot, Friedrichet és még néhány embert. Kéri Pálit kijelentette, hogy a forradalomnak használ az, ha meggyilkolják Tisza Istvánt. Tehát ez október 28. Hütner ezután hallotta, hogy Kéri győzködte Dobó Istvánt, ölje meg Tiszát, mert ezzel szolgálatot tesz a pártnak és a nemzetnek. Dobó húzódozott, félt, hogy balul üt ki a dolog, és akkor őt felakasztják. Kéri azzal érvelt, hogy Tisza megölése csupán a közítélet végrehajtása, és a végrehajtott megvédi a párt. Később Kéri elküldte Vágó Jenőt Tisza lakásához, hogy kiderítse nem utazott-e vidéki birtokára. Hütner délután a Royal szállóban találkozott Csernyák Imrével, aki közölte vele, hogy Tisza István meggyilkolásához embereket kell találni, és mivel meggyőződésből senki nem akar részt venni az akcióban, a Nemzeti Tanács megalakított egy háromtagú bizottságot, amelyik pénzzel jutalmazza a tetteseket. A tanácsban elhangzott, hogy százezer koronát kap az, aki lelövi Tiszát. Ez óriási pénz volt abban az időben. A tárgyalás vezető érdeklődésére Hütner elmondta, hogy erről egy gépelt levél is van a birtokában. Friedrich István aláírásával. A levelet azért kapta, hogy a beszervezett embereknek garanciaként megmutathassa. Ez rendkívül fontos adat, mely nem szól kevesebbről, mint bérgyilkosok toborzásáról e nagy horderejű politikai gyilkosság elkövetéséhez. Hüttner Sándor ezután elmondta, hogy az október 28-án tartott tüntetést Kéri Friedrich és Fényes vezette. Ez torkolott a Lánchidi csatába, ahol a rendőrség a tömeg belőtt. Ezután a három vezető, valamint Hokjános, Sztanykovszky, Dobó, Horváth Sanovic, ő maga és egy őrnagy összegyűltek Károly Mihály dolgozószobájában, itt ismét felvetődött Tisza megölésének kérdése. Hok ellenezte a merényletet, mire Fényes László megjegyezte, forradalmat nem lehet szentelt vízzel csinálni. Az Asztóriában folytatták a megbeszéléseket. Fényes és Kéri arra hivatkoztak, hogy Tisza megölésének gondolata nem új keletű, mert már 1918 nyarán fontog, fontolgatta ezt Friedrich István, aki mátyás földi gépgyárának munkásai közül próbált merénylőt toborozni, sikertelenül. Friedrichtől származott az a piszto is, melyen Lékai Leitner János október 16-án le akarta lőni Tiszát, de a fegyver csütörtököt mondott. Hütner is bekapcsolódott az eszmecserébe. Egyetértett hokkal, és nem támogatta a merényletet. Friedrich erre megkérdezte tőle, vajon melyik fronton harcolt 31 hónapig, ha nem mer leadni egy lövést a nemzet érdekében. Hütner ezután vállalkozott a részvételre, de kijelentette, hogy nem fog lőni. Kéri később panaszkodott Friedrichnek, hogy Dobó István nem akar kötélnek állni, mire Friedrich azt felelte, ígérjenek neki több pénzt. 1918. október 31-én József Főherce királyi helytartó kinevezte királyi Károly Mihályt miniszterelnökké. A közvetlen előzményekről Horánszki Lajos így írt. Idézem, a lázadás anarchiája október 31-ére viradóra elvégezte pusztító munkáját. A végzetes októberi éjszakán sikerült a lázadóknak a katonasságot is szétzülleszteni, Valamennyi kaszánya legénysége megtagadta az engedelmességet. Ugyanilyen züllött állapotot mutatott a rendőrség is. Éjfélkor a lázadók a telefonközpontra is rátették kezüket, és elvágták az utcát minden érintkezésnek a hivatalos hatóságok között. Indézett zárva. Ezen a napon délelőtt a szervezkedők megbeszélést tartottak, majd 17 óra tájban, a beszervezett embereket az Astóriába rendelték. Az Asztóriában voltak a Károlyi pártnak, illetve a Károlyi elnökletével 1918. október 24-én megalakult Magyar Nemzeti Tanácsnak a helységei. Kéri pán szobájában gyűltek össze, ahol Kéri megkérdezte tőlük, ki fogja Tisza Istvánt lelőni. Pogány József ezt magára vállalta, Kéri pedig kiosztotta a szerepeket, majd valamennyien lementek a Magyar utcába, ahol két katonai autó várt rájuk az előkészített fegyverekkel. 5 öt egyenruhás fegyveres indult ekkor Tisza István lakhelyére, a zuglói Hermina 35, ma 45 szám alatti róheim villához. A per során megismert vallomások, beszámolók, információk nyomán, tehát elég jól konstruálható, miként állt fel a gyilkos különítmény. Az első autóban Kéri Krammer Pál újságíró, Károly bizalmas embere, Dobó István tengerészőrmester, Horváth Sanovics Sándor tengerészőrmester, Gertner Marcel és Stanykowski, Másut Stanyovszki Tibor szökött zászlós ültek. Míg a másodikban Csernyák Imre repülő főhadnagy, Hütner Sándor főhadnagy, Kundeker József tartalékos tengerész, Láng Lajos, valamint Pogány Svarc József újságíró foglaltak helyet. A villak közelében kiszálltak, majd Pogány vezetésével Horváth Sanovics, Dobó és Gertner a bejáratnál álló csendőrt lefegyverezték. Ezután Stanykovszkival együtt behatoltak az épületbe, míg társaik a kerítésen kívül készenlétben álltak. Stankowski az előszobában maradt, a többiek a halban szembe találták magukat Tisza Istvánnal, akit hamarosan közrefogott a felesége és annak unokahuga, Almási Denis grófnő. Tisza megkérdezte a jövevényektől, hogy kit keresnek. Egyikük azt felelte gróf Tisza Istvánt. Tisza hátratett jobbjában pisztolyt tartott, ezért rákiáltottak, hogy tegye le a fegyvert. A gróf ezt egy mellette lévő állványra helyezte és megkérdeztem, mit akarnak. Pogány azt mondta, hogy felelősnek tartják sok ember vágóhídra hurcolásáért. Tisza ezt tagadta, miközben a fegyverek rászegeződtek. Dobó megpróbálta a hölgyeket eltolni Tisza mellől, de ők ellenszegültek. Tisza előre ugrott, és megpróbálta lenyomni az egyik fegyver csövét. De Pogány tüzelt, majd Horváth Sanovic is lőtt. Tisza István összeroskadt, Ekkor a gyilkosok újabb lövést adtak le. Ezután elfutottak, és autóikkal visszamentek az asztóriához. Almási grófnő csak könnyebb sérülést szenvedett, de a volt miniszterelnök, akinek két lövés ö, fúrodott fúródott a testébe, rövid haláltusát követően életét veszítette. Egy pillanatra érdemes megállni Pogány Svarci József kijelentésénél. Tisza ellenfeleinek fennen hangoztatott vágya szerint a grófnak döntő szerepe volt abban, hogy Magyarország belépett a háborúba. Ennek viszont éppen az ellenkezője történt. A miniszterelnök mindvégig ellenezte a belépést, és csak az uralkodó döntését követően támogatta azt. Bajsi Zsilinszki Endre írta 1941-ben Helyünk és Sorsunk Európában, idézem. Tisza István magános tiltakozásának a háború ellen nem volt, és nem is lehetett már igazi visszhangja. Tisza István gróf tisztán látta, hogy ránk magyarokra nézve szerencsétlenséget rejteget a háború, ezért becsületes magyar lelki ismeretének szavára egyes egyedül szállott szembe azon bizonyos 1914. júliusában tartott sorsdöntő koronatanácson a Szerbiának szóló ultimátummal de fájdalom Tisza mögött nem állott erős nemzeti közvélemény. Főleg nem állottak a magyar nép tömegei, holott egyedül ők adhattak volna kellő nyomatékot Tisza háborút ellenző szavának, idézett zárva. Ide kapcsolható Tőkécki László történész megállapítása, Tisza István eszmei politikai arca című művéből idézem, a 20. századi magyar és közép-európai történelem sajnos a tragikus jövő ellen eltökélten harcoló Tiszát igazolta, nem pedig ellenfeleit, idézett zárva. De miért is kellett meghalni a gróf Tisza Istvánnak? Angyal Dávid történész, Magyarország újabb történetéből című munkájában Budapest 1928 írta, idézem. A nyírkos homályból előre kúszó szerencsevadászok az általános fejetlenség közt sem érezték magukat biztonságban, mindaddig, míg életben van a régi magyar királyság utolsó nagy államférfiúja, idézet zárva. Tisza 1917. május 23-án IV. Károly király felszólítására mondott le, Politikai súlya csökkent, de ellenségei tudták, hogy az ellene folytatott hisztérikus hangulatkeltés dacára továbbra is megkerülhetetlen, tekintélyes közéleti személyiség. Tartottak tőle, és lesték az alkalmat a leszámolásra. Herceg Ferenc írt a Hűvös Völgy című visszaemlékezésében, idézem, Tisza István nem volt arisztokrata, még kevésbé volt demokrata, magyar volt, se több, se kevesebb. Egyenes leszármazottja azoknak a volgai lovasoknak, akik ezer év előtt meghódították <coughs> ezt az országot, és felosztották maguk közt a földet és az embereket. Holt a napjáig körül lobogta őt a magyar úri osztály lángoló gyűlölete. Miért gyűlölték annyira? Legfőképp tudatlanságból. Divatba jött a polgári demokrácia, és az urak azt hitték, a demokrácia csak klubkérdés. Az embernek lehet többször tízezer holdja, és amellett demokrata elveket hirdethet. Ez a gyűlölet a nemzet öngyilkossági rögeszméje volt. Az andrási grófokat én mindig azzal gyanúsítottam, hogy keresztül látnak a helyzeten, de nem kedvelik Tisztát, ezért mindig találnak ürügyet, hogy hátat fordíthassanak neki. A közjogi ellenzék közkatonáinak tiszagyűlölete azon a meggyőződésen épült fel, hogy a geszti földes úr rossz magyar. Én soha nem ismertem férfit, akinek minden gondolata és érzése annyira a magyarsághoz tapadt volna, mint az övé. Az volt a meggyőződése, hogy a magyar paraszt a világ legkitűnőbb emberanyaga. Ő jobban látta, mint bárki más a Szent István birodalma ellen felvonuló szörnyű isteni életet. Neki az volt a rendeltetése, hogy végső leheleteig megvédje a védhetetlen pozíciót. Idézet zárva: A hadbírósági jegyzőkönyv tartalmazza Hütner Sándornak Friedrich Istvára vonatkozó vallomásait is. Friedrich a károlyi kormányban hadügyi államtitkár lett, és tekintélyes pénzösszegek fölött rendelkezett, amelyek azt a célt szolgálták, hogy a merénylet résztvevőit elhallgattassa. A kényelmetlen feladatot később Balogh Ferenc államtitkára ruházták. Közben megkezdődött, megkezdődött a látszatnyomozás a Tisza gyilkosság felgöngyölítésére. Ez még ugye Károlyi időszaka. Mivel a munka akadozott, Szent királyi főkapitány helyettes átvette az irányítást, és sikerült is eredményeket elérnie. Hüttner megijedt, és Friedrich Istvántól kért segítséget a hatügyi államtitkár cínikusan közölte vele, hogy neki az egészhez semmi köze, Hütner vállalja a tetteit. Ez már Hütnernek is sok volt, ezért megfenyegette Friedrichet, ha buknia kell, magával rántja őt is, mert birtokában van a százezer koronát kilátásba helyező levele. Erre az államtitkár írt néhány sort Jánosi Zoltánnak a belügyminisztériumba, ami egy időre megtette a hatását. A külügyminisztériumban hamarosan felvetették, hogy a katona tanács kényelmetlenné vált tagjait külföldre kellene küldeni. Az érintettek viszont ezt a megoldást elutasították. Csupán Csernyák Imre és Lengyel László mentek Hágába, ahol információs irodát vezettek. Hütnert nem sokára letartóztatták. Mindaddig emberségesen bántak vele, amíg Friedrichet nem említette. Amint terhelő nyilatkozatot tett rá, kihallgatói durván rákiabáltak, sőt össze is verték, kétszer szembesítették Friedrich Istvánnal 1918. november 19 és 23 között, akinek államtitkári kinevezését akkoriban hagyta jóvá a minisztertanács. Friedrich tagadta a gyilkosság előkészítésében játszott szerepét, és azt akarta elhitetni a törvény embereivel, hogy valaki az ő hasonmásaként tette mindazt, amit tett, amiről Hüttner beszél. Nagyon érdekes a Friedrich István ö, személye és szerepe. Az a, az, az, az igazság, hogy <coughs> külön előadást érdemelne e, ennek az embernek a politikai pályája, és, a, és a, ebben a nagyon ö, bonyolult és, és hát cifra helyzetben tanúsított magatartása, ugye azért elindul, tudjuk, hogy egy Mátyásföldi gépgyárnak a tulajdonosa, kezdetben ugye élesen szemben áll Tisza István politikájával olyannyira, hogy még már korán ide, idő előtt kezd tervezni a Tisza elleni merényleteket, Azután beáll Károly Mihály mögé. Károly alatt ugye államtitkár lesz belőle. És ugyanakkor, mint látni fogjuk, igen gyorsan szembefordul a kommunistákkal. Sőt, később komoly szerepe van a jobboldal hatalomra jutásának az elősegítésében. Tehát. A vádlott, mármint Hütner, a ránehezedő nyomás alatt aláírt egy hamis vallomást, de ezt később visszavonta. Kovács vizsgáló bíró, keresztnevét sajnos nem tudom, aki az agresszív Friedrichet is rendre utasította, nem sokáig vihette az ügyet, hamarosan elvették tőle, és később egy gyilkosságot követett el. Hütner ezután következetesen kitartott állításai mellett, de a börtönben többé, börtönből többé nem sikerült kiszabadulnia. A hadbírósági tárgyalás második napján Lengyel Zoltán ügyvéd figyelemre méltó kérdést intézett a vádlotthoz. Idézet. 31-én délelőtt tudták, hogy azért gyűlnek össze, hogy kimenjenek Tiszához? Idézet zárva. Hütner erre igennel felelt. Az ügyvéd következő kérdése. Ön azt mondta, hogy Friedrich önt pogány megölésére is felbújtotta. A válasz. November 16-án kiáltották ki a köztársaságot az országháztéren. Akkor olyan híreket beszéltek, hogy Pogányék kommunista pucsot terveznek, és megszállják a középületeket. Erre Csernyák és Friedrich arra akartak rábírni, hogy lőjem le Pogányt, amire vállalkoztam is, de ez a közbejött akadályok miatt meghiúsult idézet zárva. Az 1919. augusztus 22-én letartóztatott Stanykovski Tibor vádlott vallomása sok tekintetben megerősítette, illetve kiegészítette Hütner Sándorét. Elmondta, hogy a merénylet előtt Friedrich közölte velük óriási állásokat kapnak, ha Tiszát elteszik lábalól, és a nemzet örökké hálás lesz nekik. Horváth Sanovics egy alkalommal kötegnyi ezer koronást mutatott neki, amit Friedrichtől kapott. November 3-án, a merénylet után, ő és a katonatanács többi tagja 10-10 ezer -10 koronát kaptak Hadzsis százado századostól, aki tolmácsolta Linder Béla hadügyminiszter dicsérő szavait és ígéretét, hogy előléptetéssel, valamint élelmezési állomások vezetésével jutalmazzák őket. Stanykovski Károlyi Mihályról is beszélt. Személyesen ismerte őt, szerinte tudott a tervezett merényletről. Ezt a véleményét arra alapozta, hogy Kéri Pál, a merénylet főszervezője, bizalmas embere volt Károlynak. Vágó Wilhelm Jenő tanúvallomásából érdemes kiemelni, hogy a Lánchidi csata után hallotta, mint Friedrich kijelentette, fényes és hatvani előtt, a lánchidi vérengzést elvégezte, és a második vérengzés talán nagyobb lesz. A tárgyalásvezető kérdésére, hogy miként lett Pogány a katonatanács elnöke, Vágó ezt mondta, idézem, mikor Károlyi miniszterelnök lett, egy kicsit be volt rúgva. Éjjel egy órakor egy másik aktát irattak vele alá, és ott volt mellette Pogány kinevezése, és ő Pogány kinevezését is aláírta. Pogány örömmel jött ki mondani, hogy kormány biztos lett, idézet zárva. <kül> jellemző a társaság minőségére. A november 1-én megtartott miniszter tanács egyik épületes jelenetét vágó így adta elő. Pogány Landler és Károlyi is jelen volt. Pogány ekkor rámutatott Tiszának az arcképére, és ezt mondta, erről is gondoskodtam, ezt Károlyi jelenlétében. Almási Denis grófnőt is meghallgatta a hadbíróság. Ő nem csak a gyilkosság részleteiről számolt be, hanem arról is, hogy aznap és már korábban is többen figyelmeztették gróf Tisza Istvánt. Kérték, meneküljön el a házából, mert olyan hírek röppentek fel, hogy meg akarják ölni. Tisza azonban maradt, és kijelentette, hogy nem futamodik meg. A merénylet szervezettségére utal, hogy a ház őrzésére kirendelt csendőrök délután eltűntek, egy ott maradt dísznek, és tisza telefonját kikapcsolták. A grófnő elmondta, hogy a gyilkosság után Károlyi koszorút küldött az özvegynek, de azt ők nyomban a szemétbe dobatták. Másnap táviratot is küldött ezzel a szöveggel, Legnagyobb politikai ellenfelem tragikus halála alkalmában fogadja nagyméltóságod részvétemet, idézett zárva. Az ügyvédnek arra a hogy kiket tartott a merénylet felbújtóinak, Almási Denisz így válaszolt, kétségkívül Károlyi Mihályt és környezetét. Libi Csadol, Főhercegi Jószág kormányzó Tisza István meggyilkolása idején részt vett a Károlyi kormány tagjainak József Főherceg előtti eskütételén. Ő közölte a gyilkosság hírét Károival. Így számolt be erről a mozzanatról. Idézem: Nem láttam semmiféle meglepetést Károin. Egész egyszerűen, egykedvűen fogadta, amiből azt következtettem, hogy őt nem lepte meg a hír. Idézet zárva. Stupkaőr őrnagy nagy hadbíró ismertette annak a levélnek a részletét, melyet Gicei György századosztól kapott. Ezek nagyon érdekes apró adalékok, amik valamiért nem fogják meg a, mondom, a, 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 témával foglalkozó történetek egy részét. Valamiért nem, nem tudom mi az oka. Idézett, Gróf Tisza István meggyilkoltatásának tárgyalásánál több izbe felmerült az a kérdés, tudott-e Károly Mihály azon törekvésekről, melyek Gróf Tisza István élete ellen irányultak. Tehát ez egy százados, ez a Gicei György százados levele, amit a hadbírósághoz írt. Kötelességemnek tartom tudomására hozni a következőket. 19. március 1 -e és május 20-a között egy személy vonaton polgári ruhában Székesfehérvárra utaztam. A zsúfolásig megtelt vonal folyosóján beszéltem egy alacsony barna úrral, amely beszélgetés közben a forradalom és Tisza István meggyilkolása is szóba került. Az az úr elmondta, hogy Gróf Károly erdészet Csornán, és azelőtt gróf Károly Mihály alkalmazottja volt. Felemlítette, hogy a csornai vadászatok alkalmával több ízben volt alkalma hallani, hogy Károlyi Mihály gróf Tisza Istvánt több ízben csú, csúnyán szidalmazta, és egy ízben azt mondotta, ha az ördögökkel kell is szövetkeznie, ezt az embert el fogja pusztítani. Az erdész nevét nem tudom, azt hiszem a fenti adatok alapján megtalálható, sőt fel is ismerném, idézője zárva. Gicei György a hadbíróság előtt később tanúként is megerősítette a leírtakat. Nagy várakozás előzte meg Kéri Pál és Fényes László vallomását. Kéri a tárgyalás vezető kérdésére, hogy mit tud a Tisza gyilkosságról, ezt válaszolta, idézem, közvetlenül jóformán semmit sem tudok, mondta az a Kéri, aki az egészet megszervezte. Ezután azt állította, hogy október 31-én a Nemzeti Tanács irodájában hallotta egy oda érkező őrmestertől, hogy az most ölte meg Tisza Istvánt. Tehát őt csak utólag hallotta. Kérit szembesítették Stanykovski Tiborral, aki részletesen beszámolt arról, hogy Kéri felkészítette őt és társait a merényletre, majd velük együtt ment a Rohem villához. Kéri erre így felelt, egy szó sem igaz. A Hütner Sándorral és Dobó Istvánnal való szembesítése volt eredményesebb. Hütner szemébe mondta Kérinek, hogy október 28-án Károly Mihály dolgozó szobájában, majd másnap az Asztóriában is hallotta tőle, hogy Tisza Istvánt meg fogják ölni, mert a forradalom útjában áll. <kül> a Gizella téri jelenetet is felidézte, amikor Kéri panaszkodott Friedrichnek, hogy nem tudja dobót rávenni a gyilkosságra. Dobó szintén szemébe mondta, hogy rá akarta beszélni a merényletre, miközben azzal érvelt, hogy ez nem gyilkosság, hanem a nép akarata. Kéri mindent letagadott. Lándor Tivadar lapszerkesztő is kéri ellen vallott. Ő október 31-én délután 4-5 körül 8-10 újságírótól hallotta, hogy 4 órakor kéri pár közelébe voltak, aki elővette az óráját és kijelentette, Tisza Istvánnak még másfél órája van hátra. Fényes László is tagadta a rávonatkozó tanúvallomások állításainak zömét, viszont Károly Mihály anyagi helyzetével kapcsolatban kijelentette, tudta, hogy sok adóssága volt. A Nemzeti, ta nemzeti Tanács zűrös pénzügyeivel kapcsolatban megemlítette, hogy a kéri Pálnak juttatott százezer svájci frank felháborította, miként Kéri dorbézolásait is rossz néven vette. A Nemzeti Tanács hármas bizottságának létezéséről viszont nem akart tudni, vagyis kérihez hasonlóan minden felelősséget elhárított magától. Ugyancsak tanulságos volt Simonics elemérnek, a képvisel az egykori alelnökének a vallomása. Ő Barta Albert volt hadügyminisztertől értesült arról, hogy utasítására a minisztériumból kitessékelték az ott csellengő csernyákot és társait. Friedrich ezt nehezményezte, és arra kérte Bartát, legközelebb küldje hozzá csernyákékat. Hozzátette, idézem, be kell tömni a szájukat, a szerint, amint 5-10 ezer koronával el lehet őket hallgattatni, idézet zárva. Bartát az is zavarta, hogy túl sok hadügyi kormánybiztost neveztek ki arra kérte Károlyi Mihályt, hogy menessze őket. Károlyi négy kivételével valamennyit fölmentette. A négy között szerepelt Pogány József is. A történet részleteit nem sokára Barta ismertette a hadbíróság előtt. Hókai Bán László tanú a diáktanács volt tagja is érdekes adalékokkal szolgált. A merénylet után egy alkalommal a gyilkosság elkövetésére korábban ugyancsak kiszemelt Rex őrmesterrel együtt igyekezett a Margit szigetre, amikor összefutottak Dobóval és Horváth Sanovicsal. Kérdezték tőlük, hova igyekeznek. Dobó azt felelte, hogy a várba mennek Szajréért. Hozzátette, idézem, mi öltük meg Tiszát, és azért kell betömni a szánkat, idézőjel zárva. Hókai Csernyáktól többek között arról értesült, hogy a hadügyi kormányzat 400 ezer koronát utalt ki a katonatanács tagjainak. Az összeg fölött Hadzsis Emil százados rendelkezett, aki csak kétszer 120 ezer koronát osztott szét, a többit elsikasztotta. A tanács tagjainak, köztük a merénylőknek, Halász Lajos Friedrich István és Láne Hugo is adott pénzt. Hókai vallomásának talán legmegdöbbentőbb része volt, amikor Bécsi lakásán őrzött iratairól beszélt. Elmondta, hogy ezeket nem meri nyilvánosságra hozni. <coughs> Stupka nagy hadbíró kérdésére, kérésére sem adta meg Bécsi címét, mert, mint mondta, fél, hogy beverik a fejét. Közölte, idézem, az iratok közt van egy leírás a tiszagyilkosságra vonatkozólag, amelyet Kéri, Pogány, Csernyák és Károly írtak alá. Idézet zárva. Szerinte Fényes és Friedrich szervezték a Lánchidi tüntetést. A lógos katonákat a Károlyi párt kasszájából fizették. Csernyák előtte úgy nyilatkozott Károlyiról, hogy befolyásolható, bolond ember volt, aki csak aláírt, de a gyakorlatban kéri pál irányította az eseményeket. Dr. Schubert Ágoston tanú elmondta, hogy a függetlenségi pártkörben találkozott friedrich aki előtt terroristának nevezte Pogány Józsefet. Friedrich így válaszolt: Pogánytól tartani kell, mert ha Tiszával el tudod bánni, velünk is el fog tudni bánni, idézett zárva. Hajcsis Emil századost is meghallgatta a hadbíróság. Hajcsis beszámolt arról, hogy Linder had hadügyminiszter parancsára másodikán vagy harmadikán kb. 20 jöttek be a minisztériumba, akik közül 13-nak adott 10-10 ezer -10 koronát. Utána ezt mondta nekik, idézem, önöknek örökké hálás lesz a nemzet, mert a forradalmat diadalra vitték, és ezért költségeik megtérítésére és propagandára 10-10 ezer -10 koronát kapnak, idézője a zárva. Hazs is elismerte, hogy körülbelül 400 ezer koronát kapott. Megjegyezte, hogy Linder hadügyminiszter a pénzből három alkalommal kivett, ebből 50 ezeret adott Csernyáknak, 60 ezeret Pogánynak, és Friedrich István is kapott 40 ezeret. Linder november elején egy borítékba zárt levéllel Károly Mihályhoz küldte Hagyist. Károly titkárától egy 100-110 ezer koronáról szóló utalványt kapott cserébe, azzal az üzenettel, hogy a pénzt váltsa ki a házi pénztárból, majd adja át Lindernek. Linder volt, tudjuk, az a hadügyminiszter, ugye, aki, akinek nem kellett, nem akart katonát látni ugye, a világháború után, magyar katonát. Máskor egymillió koronás utalványt váltott be az állampénztárnál, és az összeget ugyancsak Lindernek adta át. Kormos Károly volt detektív főnök kifejtette, hogy a rendőrség eleinte komolyan vette a feladatát, és nagy erőkkel készült Tisza István gyilkosainak kézre kerítésére. Ugye ez még a Károly kormány időszaka. Azonban egyesek már a helyszíni szemlén félrevezették a rendőröket, és a tanúk is valótlanságokat állítottak. A nyomozók tehetetlenek voltak, mert bizonyítékok nélkül nem tartóztathatták le a gyanús személyeket. A bűnügyi iratok azután a kommun idején eltűntek, ezért a következő évben újraindították a nyomozást. Ez már ugye a kommun bukása után történt. Heltai Viktor 1918. októberében volt várparancsnok, bocsánat, városparancsnok, Tanúvallomásában kitért arra, hogy november 18-án Fényes László utasítására őrizetbe vették őt, és ezt a lépés szerint, szerinte Friedrich István kényszerítette ki. Az okot abban látta, hogy korábban letartóztatta Horváth Sanovicsot és Dobót, így önkéntelenül kivonta a forgalomból a Tisza gyilkosság két résztvevőjét. A kérdésre, hogy ezt miért önkéntelenül tette, Heltai azt felelte, nem tudta, hogy gyilkosok. Ha tudta volna, akkor ezért adott volna parancsot a letartóztatásukra. Friedrich haragját ezzel minden esetre kivívta. Őrizetbevétele alatt többször kérvényezte, hogy engedjék szabadon. Majd megtudta, hogy egy alkalommal a katona és munkástanács ülésén pogány kijelentette olyan embert, mint Heltai, aki két olyan jó forradalmát letartóztatott, mint Dobó és Horváth Sanovic, nem szabad a proletár uralom alatt szabad lábon hagyni. Barta Albert, aki a hadsereget bomlasztó alkoholista Linder Bélát követte a hadügyminiszteri poszton, hivatalba lépésének mozanatairól beszélt. Nagyon zavarta, hogy körülbelül 20 kormány biztossal volt körülvéve. Károly Mihály végül négy kormánybiztost hagyott meg, köztük Pogány Józsefet. Barta kérte őt, hogy őt is benesse, mert szeretné feloszlatni a katonatanácsot. Mire Károly, idézem, ez egy elszánt alak. Ez kellemetlenséget tud csinálni, ezt nem lehet elküldeni. Különben ő megbeszéli kumfival. Este értesítettek, hogy tekintettel arra, hogy a kormány kívánja a katonatanácsok megmaradását, vagy adjam át a helyemet Lindernek, vagy vezettessen be ezt az intézményt a hadseregbe rendeletileg. Partának a nagyképű csernyákkal is meggyűlt a baja. Amikor kérte Friedrich államtitkárt, hogy tegye ki a szűrét, mert ez az ember bolond, Friedrich ezt mondta, idézem, ja, ez nem bolond, ez zsarolni van itt. Ezek zsarolnak, és ezeket el kell intézni. Ha ilyen jön, tessék hozzám küldeni, majd én elintézem. Idézet zárva. Barta Albert lemondásához végül egy Károlyval folytatott afféria vezetett. Az eset szemléletesen tükrözi a Vörös Gróf elképesztő politikai dilettantizmusát és gátlástalanságát. Az előzményekhez tartozik, hogy 1918. november 3-án Pádovában megkötötték az úgynevezett Diászféle fegyverszünetet, amely Magyarországra nézve kedvező volt, mivel valamennyi front szakaszon véget vetett a háborúskodásnak, és a demarkációs vonalat, Magyarország határainál szabta meg, nagyon lényeges mozzanat. Károly Mihály, tehát a történelmi Magyarország határainál lett megszabva a demarkációs vonal a fegyverszünet során. Károly Mihály ennek ellenére november 15-én Belgrádba utazott, tehát 12 nappal később, és Belgrádban engedett a szerbek területi követeléseinek, ennek megfelelő fegyverszünetet között, kötött, külön a szerbekkel. Barta emiatt keveredett konfliktusba Károly Mihályjal. A hadbíróság előtt így fogalmazott, idézem: Csináltak egy fegyverszünetet Belgrádban, annak dacára, hogy tudtak erről a diászféle fegyverszünetről követeltem, hogy környezetéből távolítsa el azokat az embereket, akik ezt csinálták, elsősorban Diner Dénest. Károly nagyon felháborodott, és kiabálta, hogy ő marad azon az úton, amelyen van, aki nem tud gyorsvonaton utazni, szálljon le a gyors vonatról. Barta előzőleg tárgyalt Fernand Vix, francia vezérkari alezredessel, a budapesti szövetséges katonai misszió vezetőjével, aki ezt mondta neki, idézem, hiszen önöknek alkalmuk volt arra, hogy a határokat válasszák demarkációs vonalként. Önök tudtak a diaszféle fegyverszüneti feltételekről, idézet zárva. Barta azzal érvelt, hogy a kormány nem tudott róla. Mire Vix így felelt, én írásban be fogom bizonyítani, hogy az önkormánya tudott róla. A vezérkari alezretes átadott Bartának egy aktát, amely a Magyar Honvédelmi Minisztérium november 3 i sürgőnyének fogalmazványát tartalmazta. Ebben, idézem, a magyar kormány azt sürgönyözi kövesnek, hogy diazzal megköttetett a fegyverszüneti szerződés, amely szerint Magyarország határa képezi a demarkációs vonalat, bizottságnak kell lemennie. A hátán az volt szeruzával, hogy berinkei fog lemenni, ez át volt húzva, és ki volt javítva, hogy Károly fog lemenni, idézet zárva. Barta az aktak tartalmának ismeretében szállt vitába Károlyival, akinek másnap megjelent egy levele az újságokban, ezzel az indítással. Kedves Diner Dénes, maga fogja Magyarországot képviselni a Versailles konferencián. Idézet zárva. Egy nappal később Barta Albert hadügyminiszter az Est című újságból értesült saját lemondásáról. Ide tartozik, hogy Nyéghegyi Ferenc ezredes, a Pádovai Fegyverszüneti Bizottság egyedüli magyar tagja, 1922-ben megjelent tanulmányának előszavában így írt a tragikus diplomáciai lépésről. Tehát ez az ezredes ennek a Fegyverszüneti Bizottságnak, amelyik Pádovában részt vett a tárgyalásokon és a megállapodáson ennek az írása. Idézem, Károlyiéknek Károlyi e pontos és hiteles adatok közlése után lehetetlen lesz balvégzetű eljárásukat igazolni hogy mely indító okok készítették őket erre a hazánkra nézve oly végzetessé válott belgrádi kirándulásra, amely országunk feldarabolásának, nemzetünk katasztrofális tönkretételének, s a reánkói súlyjal nehezető szomorú jelennek teljes mérvű kiinduló pontjául tekinthető, azt most csak a mindenható tudja, s majdan talán az oknyomozó történelem fogja megállapítani. A nemzetnek joga van hozzá, hogy megismerje hazaáruló megrontóinak aljas szereplését. Követelnie kell, hogy napfényre derüljön a rejtélyes homály, amely a tényállást most még sűrű kötként takarja. Szükséges, hogy a köztudat teljes részletességgel megismerje e fegyverszünetet, és így meggyőződés szerezzen arról, mennyire más fordulatot vehettek volna az események, és milyen más lenne a helyzetünk, ha a Páduai fegyverszünetben megállapított demarkációs vonalak mentén vártuk volna be az Antantnak a szól, békekötésre szóló meghívását. Hogy egy különösen Magyarországra nézve oly kedvező fegyverszünetnek. 1918. november 3-án való végleges megkötése, és a kölcsönös ellenségeskedés beszüntetése után miért kellett Károly Mihály grófnak 12 nappal később, azaz november 15-én a belgrádi szégyenletes katonai egyezményt kérnie és elfogadnia, ezt a rejtét <coughs> mind mostanáig megfejteni nem tudtam sem én, sem más. Idézet zárva. Visszatérve az elsőfokú tárgyalás végkifejletéhez, a vádlottak egy kivétellel fellebbeztek. Dobó ügyét polgári bíróság elé de tüdőbetegsége miatt még a vizsgálati fogságban meghalt. Hütner Sándor a börtönben hunyt el 1923-ban. A Friedrich István emelt vádat, ellenemelt vádat elejtették, ami nyilván összefüggött a Károlyi kormány bukása utáni kommunista ellenes magatartásával, és azzal, hogy Kumbéláig távozása után miniszterelnökként elősegítette a tanácsköztársaság rendeleteinek felszámolását, illetve a jobboldal hatalomra jutását. A két világháború között jobboldali politikus és több cikluson keresztül országgyűlési képviselő volt. 1951-ben a Grősz József Kalocsai érsek és társai elleni koncepciós percben 15 évre ítélték, de kevéssel a Váci börtönbe kerülése után meghalt eh, november 25-én, tehát 1951-ben halt meg. Ezután az igen kalandos és cifra politikai pálya után. Csernyák Imre nyomtalanul eltűnt az emigrációban. Kumbéláékkal majd... <coughs> ja, bocsánat, Csernyák Imre, ez, ez lényeges. 1919-ben szintén szembefordult kumbéláikkal, és ezután tűnt el nyomtalanul az emigrációban. Kéripált dobóval együtt halára ítélték, de nem végezték ki, hanem magyar hadifoglyokért cserébe átadták a szovjeteknek. Szerencséje volt, ugyanis nyugatra küldték, ahonnan nem tért vissza végül, New Yorkban kötött ki, és ott halt meg 1960-ban. Ő volt ugye a Tisza gyilkosság főszervezője, főkolomposa. Pogány József a Szovjetunióba emigrált, de nem volt olyan szerencsés, mint Kéri. Mint sokan mások, ő is a sztálini terror áldozata lett. Fényes Lászlót, Lengyel Lászlót és Vágó Jenőt felmentették, Gertner Marcelt viszont 14 évi börtönnel sújtották, a börtönben halt meg. Stankowski Tibor, aki 1919-ben a kommunisták Magyarországi Pártjának tagja volt, 18 év börtönbüntetést kapott, amit letöltött, 1937 végén szabadult. Pár évvel később belépett a nyilas keresztes pártba, de 1944 végén ismét a kommunisták közé állt. 1963-ban még élt. Horváth Sanovics Sándort nem tudták elfogni, mivel Szerbiában nyoma veszett. Károly Mihály ellen a Tisza gyilkosságban játszott esetleges szerepe miatt nem emeltek vádat az ellene indított hűtlenségi per nem erről szólt. A vádemelés elmaradásának feltehetően nem csak az volt az oka, hogy ránézve egyértelmű terhelő bizonyítékok nem kerültek elő, hanem az is, hogy a tanács szemben nagy politikai érdemeket szerző Friedrich Istvánt és köreit a hatalom nem akarta sarokba szorítani. Az Erdély határa mentén álló magyar haderőnek a Tisza vonaláig történő visszavonását követelő vix átvétele, tehát március 20 után, Károly a Berinkei kormányjal együtt félreállt, és 1919. július 4-én, másodat szerint 5-én emigrált. Tudjuk, hogy Belgrádban feladta az ország területének egy részét, Távozása előtt mégis gyújtó hangú beszédekben állt ki Magyarország területi integritása mellett. Eféle következetlenséget tükrözött egy korábbi a Nemzeti Tanács ülésén tett kijelentése is. Idézem tőle ezt a nagyon épületes gondolatot. Ha bárki betör, tiltakozunk ellene, fölemeljük óvószavunkat és appellálunk a világ művelt népeinek ítéletére. De fegyvert nem szegezünk ellenük. Agyrém. Idézet zárva. Károly tehát szóban kiállt az ország területi integritása mellett, de a fegyverszünetet megsértő támadó ellenség betörését karba tett kézzel a világ művelt népeinek ítéletére várva kívánta szemlélni. Herceg Ferenc írta a Hűvösvölgy című kötetben, idézem. Tudjuk... Minden győzelmes forradalomnak első dolga, hogy haderőt szervez a saját vívmányai védelmére. Károlyiék ezzel ellentétben azon búcsgókodtak, hogy a harctér tűzében acéllá keményedett magyar csapatokat szétzűl A hadügyminiszter szavai szerint nem akartak katonát látni. Aminek az lett a következménye, hogy nem a győztes nagyhatalmak, hanem a szomszédos kisnépek, amelyek soha le nem győztek minket, döntöttek a magyarság sorsa fölött. Benes Edvard időközönként elismeréssel és rokon szemvel szokott megemlékezni Károlyról, írja Herceg Ferenc. Van is rá oka. Károlyék megtették neki azt, amit Benes és Csehszlovákia sohasem lett volna képes, lefegyverezték az isonzói hadsereget, idézet zárva. Vercse Mihálynak, a császári és királyi 13. számú repülő és tankelhárító ütek tüzér tizedesének visszaemlékezése csupán porszemnyi ám tanúságos töredéke a rengeteg fennmaradt írásos emléknek. A tizedes részt vett az első világháborúban, és 1917-18 közötti háborús emlékeit az olasz fronton írt jegyzetei alapján Budapesten 1931-ben megörökítette. A jegyzeteket parancsnoka megbízásából a hadi jelentésekhez készítette, majd megőrizte azokat. Segítségükkel napra pontosan fel tudta idézni az eseményeket. Kézzel írt 166 oldalas, közöletlen emlékirata nemrég az unokájától, Ugró Lászlótól került hozzám. 1918. októberének második felében az ellenség a hadviselés szokatlan módját választotta. Vercse szavaival idézem, ezen két hétben a háborúnak egy új korszaka kezdődik, most már nem bombát dobálnak az ellenséges gépek, hanem nyomtatványt, propagandairatot. Eleinte tíz fillért ígértek egy beszolgáltatott darab után, de nem lehetett sokáig teljesíteni ebben a formában a beszolgáltatást, mert minden nap nagyobb mennyiségben dobtak le, utóbb már majdnem minden ellenséges gép nyomtatványt szállított. Volt olyan gép is, aki csomagonként dobta le 5-10 kilós súlyban, az embert majd agyonverték a csomagok. Ez így ment minden nap addig, amíg az ellenség észre nem vette, hogy mi kezdünk a PAV-tól visszavonulni. Egy esetben az ütegünk köré annyi nyomtatványt leszórtak, hogy nem maradt talpalatnyi hely, hogy tele ne lett volna nyomtatványjal. Néhányat elolvastam én is, amiből idézek egyet. Az olasz szociáldemokrata munkásság üzenete. Magyar katonák, gróf Tisza István Budapesten a magyar munkásság ellen már megvívta harcát, miután most lejött az olasz frontra, és huszárezre de élén most minket akar leverni. Tehát a magyar hadsereget akarja a huszárezre de élén leverni Tisza István. A volt magyar miniszterelnök elleni Hazug propaganda és gyűlöletkeltés, tehát nem csak az otthoniakat, hanem a fronton harcoló katonákat is elérte. Az olaszoknak igaz, az olasz szociáldemokratákra hivatkozva fontos volt a monarchia hadseregének minden áron való demoralizálása, és annak a Tisza Istvánnak a megrágalmazása, aki már nem rendelkezett politikai hatalommal, és akinek ekkor már csak néhány napja volt hátra. Verce a frontról történt hazatérésről röviden ezeket jegyezte fel. Idézem: 1918. november 11. A mai napon már csáktornyán vagyunk, itt ért a legnagyobb meglepetés. Itt már különös emberek fogadtak bennünket, katonákat. 1918. november 12. A vonatunk ma reggel elindult Kaposváról Budapest felé. Budapestre még 12-én este megérkeztünk. Szomorú látvány volt mindenfelé, a rombolás nyomait látni, de még szomorúbb volt az ember, mikor Budapestre tette be a lábát. A pesti csőcselék uralkodott a frontról hazatérő hős katonák fölött. 1918. november 17-én Kőbányán a 12. nehéz tüzére leszereltem, idézet zárva. A tizedes különös embereket említett. Ezzel az új rendszer kiszolgálóira, agitátoraira utalt, akik a frontról visszatérő csapatokat fogadták, és a katonák körében a Károlyi kormányt és a forradalmat igyekeztek népszerűsíteni. A baloldali propaganda nem csak a Piáve környékén, hanem itthon is megtalálta a hazatérőket. Vercse Mihály szerint a fővárosban a Pesti csőcselék uralkodott a frontról hazatérő hős katonák fölött. Gondoljuk el, milyen érzések kavaroghattak azokban a katonákban, akik hónapokat, éveket töltöttek a fronton, és naponta néztek szembe a halállal, az embertelen körülményekkel. Ezek, ezek a katonák megérdemelték volna a méltó fogadtatást, az elismerő szavakat, a hősöknek kiáró tiszteletet. Ehelyett mivel szembesültek? a pökhendi és arrogáns pesti csőcselék az úgynevezett forradalmárok randalírozásával, majd a gyors leszerelésével, leszereléssel, vagyis a magyar hadsereg szélnek eresztésével. Visszatérve a terjedelmes hadbírósági jegyzőkönyvre, abból csupán apró töredékeket szemezgettem. Ha közelebbről megvizsgáljuk az események részvevőinek vallomásait és az okokozati összefüggéseket, ráérezhetünk arra, hogy mi történhetett a színfalak mögött. Károlyt egyesek ingadozó, befolyásolható, sőt, bolond emberként jellemezték, mások viszont idealista, jószándékú, haladó, gondolkodású arisztokrataként ábrázolták. Cselekedetei, döntései alapján inkább arra következtethetünk, hogy nagyon is ravasz, jellemtelen, hiú és bosszú álló személyiség volt. Teljesen kizárt, hogy a Tisza ellen hosszasan tervezgetett merénylet titokban maradhatott előtte. Tudnia kellett arról, hogy mire készülnek a közvetlen munkatársai. Erre nem is a tragikus hírvételekor tanúsított közömbösségéből következtethetünk, hanem abból, hogy a merénylet elkövetése után az ő jóváhagyásával vették fel a gyilkosoknak jutatott tetemes összegeket. Károly Mihály a visszaemlékezéseiben, hit illúziók nélkül, írta, hogy Friedrich Istvánt tartotta a Tisza gyilkosság sugalmazójának. Ez a gyilkosság értelmi szerzőjére vonatkozó rövidke utalás rendkívül figyelemre méltó. A hadbírósági tárgyalás során a gyilkossága kapcsolatban többször is felmerült Friedrich István neve, és nem zárható ki, hogy Kéri Pál mellett ő volt a terror cselekmény kiagyalója. Károly a Tisza gyilkosság után hadügyi államtitkársággal jutalmazta, és megengedte, hogy jelentős pénzösszegeket kezeljen. Na most ez a tény nagyon szembe megy avval, amit ugye Károly a visszaemlékezésében ír, hogy Friedrichet tartotta a gyilkosság felbújtójának, vagy értelmi szerzőjének. Ha őt tartotta, akkor mi az ördögért nevezte ki a hadügyi államtitkárnak, és miért bízott rá hatalmas összegeket? Ugye érezni ezt az ellentmondást, itt, itt egyértelmű, hogy Károly Mihályt hazugságon lehet kapni. Nem hihető, sőt kizárható, hogy kormányfő létére Károly semmit nem tudott a körülte zajló eseményekről, különösképpen Tisza István megölésének tervéről. József Főherceg királyi megbízott visszaemlékezésében szerepel, <kül> Tisza István 18. október 28-án, majd 31-én, tehát halála napján is, felajánlotta támogatását Károlynak. Mint tapasztalt és bátor döntésekhez szokott politikus érezhette a vezetés gyengeségét és bizony, bizonytalankodását, valamint a bolsevik irányzat fenyegető erősödését. Az olaszok ekkoriban törték át Piavénél az osztrák-magyar csapatok védelmi vonalát, és Tisza talán ezért is látta szükségesnek, hogy tehetségét latba vetve fékezze a közeledő katasztrófa méreteit. Károly még ebben a helyzetben sem tartott igényt politikai riválisának segítségére. A Tisza gyilkosság felgöngyölítését Károly semmilyen formában nem szorgalmazta, és hagyta, hogy közvetlen munkatársai a nyomozást zsákutcába juttassák. Ennek nem csak politikai okai voltak. Tisza iránt személyes gyűlöletet táplált. Az előzményekhez tartozik, hogy néhány évvel korábban kartpárbajban mérte össze erejét, Tiszával, és ez szokatlanul heves kimenetelő összecsapás volt. A történet így szerepel Régi Magyar Családok mai sorsok című 2004-ben megjelent kötetemben, idézem elnézést, hogy saját magantól. Károly Mihály is raga, kardot ragadott egy kaszinói szóváltást követő párbajban. Ellenfele Magyarország keménykezű miniszterelnöke Gróf Tisza István volt. A párviadara látszólag az adott okot, hogy 1913 új estején a Nemzeti Kaszinóban Károly tüntetően nem fogadta Tisza köszönését, majd emiatt rövid szóváltásba keveredett vele. Az igaziak azonban mélyebben gyökerezett, mint hogy Károlyi áldász politikai ellenfele volt a miniszterelnöknek. A Rákosi Gyula vívómester termében január 2-án lezajlott rendkívül hosszú 55 perces küzdelem a 32. összecsapásnál a több sebből vérző Károlyi harcképtelenségének megállapítása után ért véget. Bár a kitűnően vívó Tisza a mérkőzést, akár csak kormányát és ellenzékét határozottan kézben tartotta, s ügyesen hárította el az indulatból támadó Károlyi megmegújuló rohamait, mégis eltöprenghetünk azon, miként alakult volna Magyarország újkori történelme, ha akkor a felek valamelyike olyan károsodást szenved, ami miatt nem folytathatja politikai, közéleti pályafutását, idézett zárva. Károly számos jelét adta annak, hogy számára a becsület, a tisztesség, a szavahihetőség egészen más jelent, mint azoknak, akik a hagyományos erkölcsi értékek alapján viszonyulnak-e fogalmakhoz. Jellemtelenségének egyik kirívó megnyilvánulása volt az August von Mackensen német császári tábornagyja szembeni eljárása. A magyarok szemében népszerű hadvezér a monarchiát 1916-ban hátba támadó románokat sikeresen verte vissza. 1918 végén Romániában, Magyarországon keresztül, Romániából Magyarországon keresztül vonult vissza a Dunai hadsereg német és osztrák egységeivel, de igazi hadvezérhez méltó módon utolsóként akarta elhagyni az országot. A fegyverszüneti megállapodás értelmében a magyar kormány feladata volt a visszavonulók lefegyverzése. Károly azonban nem elégedett meg ennyivel. Utasítására Makenzent Budapesten, Pogány Svarc Józsefnek, Gróf Tisza István egyik gyilkossának katonái letartóztatták. A tábornagyot fogadta Károly, de érdemi tárgyalás helyett közölte vele, hogy fóton lesz fogva tartva. Ezután kezét nyújtotta a Makenzen felé, mint egy jelezve, hogy beszélgetésüknek a végéhez értek. Az idős hadvezér nem fogott kezet Károlyival. Tormai Szeszély Bújdosó könyve című kötete szerint kezét zsebre dugva mondta, idézem, sok emberrel volt dolgom életemben, de olyan férfivel, férfival, akiből annyira hiányzott a becsületérzés, mint önből, még nem találkoztam, Idézet zárva. Károlyról alkalmanként olvashatjuk, hogy közéleti pályáját dusgazdakon kezdte, de 1919-ben szegényen távozott az országból. Sokan hiszik ma is, hogy birtokait önzetlenül szétosztotta a rászorulók között. Csak hogy az igazság kisé más. 1919. február 23-án a kormány egy részével és Berinkei Dénes miniszterelnökkel Kápolnára vonult, hogy ott megkezdje a nagy hírveréssel beharangozott földosztást. Miniszterek, államtitkárok, miniszteri tanácsosok és persze a sajtó emberei vettek részt a nyitó eseményen, amely azért volt károira nézve különösen hízelgő, mert saját birtokát osztotta föl a hadviselt katonák között. Ez természetesen tovább növelte gondosan ápolt nimbuszát, és az ország népe mindenütt a nagylelkű vörös grófról beszélt. Egy valamiről viszont nem beszéltek, és ezt a tényt a marxista történetírás is titokba tartotta, nevezetesen arról, hogy a szétosztott birtokokat jelzálok terhelte, vagyis Károly olyasmit osztott szét, ami ténylegesen már nem volt az övé. Károly legendás alakja volt a kaszinó kedvelő társaságoknak, és hatalmas birtokok árát kártyázta el rövid idő alatt. Vagyis anyagi helyzetét nem a jótékonykodás, hanem saját felelőtlen életmódja rendítette meg. A hadbíróság előtt elhangzott tanúvallomások egy részéből kiviláglik, hogy milyen nagyvonalúan bánt a pártkasszával olyan embereknek utaltatott ki szabálytalanul óriási összegeket, akik ugyanolyan szabálytalanul fizettek különféle szolgálatokért, ideértve Tisza István meggyilkolását is. Az 1919 nyarán Ausztriába távozott károit hamarosan megtalálta Maszarik Csehszlovák elnök menedékjoggal összekapcsolt meghívása. Károlyi élt a lehetőséggel. Maszarikkal és Benes külügyminiszterrel együtt tervezték Horti Miklós megbuktatását és a nemzeti hadsereg leszerelését. Amikor Benesék látták, hogy Horti helyzetét nem tudják megingatni, és a szovjet háborús veszély elmúltával nincs szükségük Károlyi közvetítő szerepére, ejtették őt. Benes mediterrán levegőt ajánlott a gyerekeinek, ami egyértelmű és megalázott célzás volt arra, hogy szolgálataira már nem tartanak igényt. Ezután a szerb horvát szlovén királyság területén Splitben kötött ki, ahol ismét kapcsolatba került Linder Bélával. Linder odáig fejlesztette délszláv kapcsolatait, hogy még Pécset is odaadta volna nekik. Pető Tibor újságíró történész egyik 2010-ben megjelent tanulmányában így írt a történtekről, idézem. Linderekkor az SHS állam, 1918. december 1 létrehozott szerb-horvász-szlovén királyi állam, hadaitól megszállt Pécs polgármestereként, a pécsi szocialista párt egyik vezetőjeként azt kívánta elérni, hogy Baranya vármegye, illetve a szintén Magyarországnak ítélt Északbácska továbbra is délszláv fennhatóság alatt maradjon. A Pécset kikiáltani kívánt az SHS állam védnöksége alá helyezendő szerb-magyar köztársaság elnökévé, Károlyt javasolta Linder. A gróf nem zárkózott el a megoldás elől, s több nyilatkozatban üdvözölte az autonómia kísérletet, idézet zárva. Károly Mihályt távol a Magyar Bíróság hűtlenség és hazaárulás vágyával 1923-ban elítélte, és vagyonától megfosztotta. Hozzátehetjük teljes joggal, hiszen Károlyi a megcsonkított Magyarország új kormánya ellen is kész volt szövetkezni bárkivel. Ahhoz hasonló módon viselkedett, ahogy korábban Króf Tisza Istvánnal szemben. Belgrádi árulása, majd benességkel való lepaktálása megerősíti azokat a véleményeket, amelyek szerint lépéseit a hiú becsvágy és a becstelenség irányították. Megbízható információk szólnak arról is, hogy anyagi támogatást fogadott el Beneségtől. A vörös gróf fejébe meg se fordult, hogy mindaz, amit ez időtáj tett, közönséges hazaárulás. Herceg Ferenc két arckép című munkájában találóan jellemezte károit. Idézem, midőn Tisza István forró vére pirosra festette a magyar földet, Károly elhebegte a részvét néhány sunyi frázisát, de óvakodott attól, hogy észrevegye a gyilkosokat, akik az ő háta mögé rejtőztek. Lehet azonban, hogy ez nem csak gyávaság volt, de annyi emberség se volt benne, hogy megóvja a gyalázattól azt a magyar lobogót, amelynek szolgálatában ősei minden hírüket és gazdagságukat szerezték. Budapest középületein az ő kormánya alatt tűzték ki először a vörös zászlót, és Károly udvariassan megemelte előtte a kalapját. A kommun türelmetlen előörsei lábbal kezdték taposni a nemzeti színeket, Károly pedig tapintatosan elfordította a fejét, egy gróf Károly idézett zárva. Herceg Ferenc finoman fogalmazott. Szerinte Károly óvakodott attól, hogy észrevegye a gyilkosokat, akik a háta mögé rejtőztek? Hozzátette, lehet, hogy ez nem csak gyávaság volt. Szerény véleményem szerint sem. Nógrádi, Nógrádi György egyetemi tanár, biztonsági szakértő stílusában összefoglalnám a lényeget. Egy Károlyi pártvezetőként és miniszterelnökként rendelkezett a párt és államkassa felett. Kettő. Ezekből csak is az ő engedélyével lehetett pénzeket kivenni. Három. A felvett pénzekből bőségesen jutott Tisza István gyilkosainak. Ha ebben a történetben semmi másra nem figyelünk, csak követjük a pénzek útját, már is kizárhatjuk azt a feltételezést, hogy Károly nem tudta, mi történik az általa kiutalt tekintélyes összegekkel. Ennek alapján pedig nem zárható ki, hogy közvetve komoly szerepet játszott politikai ellenfelének fizikai megsemmisítésében. A budapesti államrendőrség 1910. 19. november 10-én tehát még a hadbírósági eljárást megelőzően jegyzőkönyvet készített a Tisza villában helyszíni szemlét végző Szent Királyi Béla rendőr tanúvallomásáról. Ebben a főkapitány kijelentette, hogy a gyilkossággal kapcsolatban kihallgatta Heltai Viktort, Dobó Istvánt és Vágó Vilhelm Jenőt, kik nem tudtak, idézett, kik nem tudtak lényegest mondani, és tagadták, hogy a gyilkosságról tudnának. Ezután hozzáfűzte, egy referáláskor panaszkodtam Károlyi Mihálynak, hogy a Tisza gyilkosságban képtelenek vagyunk a közönség nem törődömsége miatt nyomra jutni, mire Károlyi megjegyezte, talán jobb is, ha most nem kerülnek meg a tettesek, mert ezek letartóztatása újabb forradalmi demonstrációkra adna okot, és Károlyi attól tartott, hogy a tetteseket a nép kifogná szabadítani, idézet zárva. Ez megint egy nagyon érdekes gondolat, már Károlytól, ugye, és, és attól a felfogástól, hogy itt valamiféle népharag végzett, ugye, Tiszával, amiről már ugye beszéltem, és amiről egyes történészek még ma is vélekednek. Tehát itt a nép, ugye. Kérdése nagyon izgalmas. Ugye az a, az a Károly, aki pontosan tudta, hogy itt nem a nép hajtotta végre ezt a gyilkosságot, ezt a, ezt a felháborító politikai gyilkosságot, hanem ez egy nagyon jól megszervezett akció volt. Most érdekes módon azzal érvel, hogy nehogy a nép kiszabadítsa a gyilkosokat, hanem nehogy is letartóztatják el, el őket, és nehogy újabb. Tehát itt is érződik a hatalmas ellentmondás. Tehát jobb is, ha most nem kerülnek meg a tettesek, mondta Károly, akinek a legközelebbi munkatársa <coughs> kéripál szervezte a gyilkosságot, majd tízezreket fizetett a bérgyilkosoknak. Gróf Tisza István megölését, Károlyi környezetében oly hosszan és oly leplezetlenül készítették elő, hogy lehetetlen azt állítani minden fontos személy be volt avatva, csak épp a legfőbb politikai vezető nem. Ilyen alapon azt is állíthatnánk, hogy a hatalom csúcsán Károly nem érzékelte, mi történik körülötte. Nem tűnt fel neki, hogy a nyomában lihegő kumbéla és társai a hatalom megkaparintására készülődnek, és azt se tudta szegény, hogy a vesztes háború után az ugrásra kész szomszédok gyűrűjében óvni kellene Magyarország megmaradt katonai erejét. Herceg Ferenc említett művében áll ez a megállapítás, idézem. Midőn magához ragadta a legfőbb hatalmat, a nemzettel szemben azt a kötelességet vállalta, hogy meg fogja védeni az élet és a vagyon biztonságát. Ő azonban csak egy emberi életet és egy vagyont védett meg szomorú bátorsággal a magáét. Mire már tüzelni kezdett a talpa alatt a magyar föld, és ő nem bízott már a vörös testőreiben. Akiket az udvarias szovjet kormány bocsájtotta rendelkezésére, egy csomó kék banki a bőröngyében a csehekhez szökött. Elmondhatjuk róla, nagy úrnak született, félbolond módjára élt, és úgy tűnt le, mint egy kalandor, idézett zárva. Károly leplezetlenül szimpatizált a magyarországi kommunistákkal. Hozzájuk fűződő kapcsolatai a II. világháború után is erősek voltak a szociáldemokraták és több korábbi elfbarátja, például Jászi Oszkár, éppen emiatt távolodott el tőle. Nyugati emigrációjából 1946-ban tért haza. A következő évben Rákosi Mátyással, a kommunista pártvezérrel folytatott gyümölcsöző tárgyalásokat. Ezek eredményeként rendkívüli követi és meghatalmazott miniszteri rangban kinevezték Párizsi Magyar Követnek. Károly írásaiban igyekezett igazolni és megindokolni tetteit. A világháború után is támadta a régi rend megmaradt immár hatalomvesztett tagjait, és írásaival érveket szolgáltatott Rákoséknak a magyarországi úgynevezett osztályharchoz, alátámasztva annak jogosságát. Túlságosan azért nem bízott kommunista barátaiban, mert a Rajkpert követően okosabbnak tartotta, ha nem tér vissza Magyarországra írásaival kapcsolatban érdemes megjegyezni, hogy 1919. szeptember 28-án napvilágot látott egy szerkesztetlen eredeti kézírása. Az újság című sajtótermék faximilében közölte egyik levelét, amelyet július 4-én, tehát Ausztriába távozása előtt egy nappal intézett Landler Jenőhöz, az úgynevezett Vörös Hadsereg főparancsnokához. Íme a helyesírási hibáktól hemzsegő levél. Most megpróbálom felolvasni, nem lesz könnyű, mert nem tudom visszaidézni azt a rengeteg hibát, ami ebben a levélben van. Idézet. Kedves Landler, tehát nem Landler, Landler. Két hónapja lesz annak, hogy a belügyi kormány rendelkezese folytán lakásomat Schwabhegy Lorant út 22, engemet detektívek öriznek. Minden kettő-kettő felvaltva tette ezt a szolgalatot. Így összesen 8-10 ember fordult meg nalam szolgalatukat jól és pontosan végeztek, ebben nem volt baj. Ellenben legnagyobb csodalatom, s ez kezdett engem ezen sorok írására cselekedeteikről, akik feltétlenül megbízhatók, <tosz> az egyik 35 éve van szolgálatomban, megtudtam, hogy a legerősebb módon beszéltek a mai rendszer és kormány ellen. Kormány ellen. Folyton annak a reményüknek adtak kifejezést, bár jönne mar az ellenség, ellenség már bocsánat, a mai kormány elkergetesere, az egész haznép megbotránykozott ezen beszéd felett, mindezt nyíltan tettek, az egyik nyíltan Tisza Istának valóta magat, tehát tisza, tisza istának, tisza, tisza, pártinak, ugye elég furcsa. Eleinte nem törődtem sokat ezekkel a plegykakkal, de minthogy ez allandóan és szinte rendszeresen folyik kötelességemnek tartom erről értesíteni, szíves üdvözlettel, <coughs> zárójel, a legnagyobb ellenforinak valami szerb neve van Mihalovicshoz, hasonló Karoi. Csak kettő viselkedett tartózkodóan Lukács és még egy Gál, nevet nem tudom, különben is nevüket nem ismerem, idéző elzárva. A borzalmas mondatszerkesztéssel megalkotott levél számokat és névelőket nem számolva, 139 szóból áll, megszámoltam. Ezek közül 63 durva helyes írási hibát tartalmaz. Vagyis Károly, aki még a saját nevét is ékezett nélkül, Landlerét pedig betű kihagyással írta, ezen a téren csak nem 50%-os negatív eredményt ért el. Egy általános diákot ilyen fogalmazás és helyesírás után elégtelen osztályzattal küldenének haza. Levelének látán elképzelhetjük, hogy emlékiratait és más írásműveit milyen emberfeletti szerkesztői beavatkozással lehetett csak megjelentetni. Ám a levél többet elárul írójáról. Károly ezzel a levéllel a kommunista Landler Jenő besúgójává süllyedt. Annak a Landlernek jelentett, akinek a rendszere őt magát is elmozdította a miniszterelnökségből, igaz, 19. március 21-ig kárpótolták a köztársasági elnök bábú szerepével. Ez a dokumentum tökéletesen ábrázolja Károlyi jellemét, amelyel gond nélkül kockára tette a beárult detektívek életét. Egyikük nyíltan szimpatizálta meggyilkolt Tisza Istvánnal, és ezt Károlyi külön is Landler tudomására hozta. És a magyarországi baloldal ebből az emberből faragott nemzeti hőst. Károlyiról a kádárkorszak egyes történészei is elismerték, hogy nem volt nagy formátumú, kiemelkedő képességű politikus. Olvashattunk politikai naivitásáról, jó arról, hogy a nevéhez kötődő eseményeket csak részben tudta befolyásolni, illetve irányítani. Hatalomészsége, szereplési vágya, Tiszával szembeni gyűlölete azonban tagadhatatlan. Ez hajtotta a hatalom csúcsai felé egy olyan időszakban, amikor az országnak józan és határozott politikusokra, nem pedig személyes ambícióktól fűtött percemberekre és politikai kalandorokra lett volna szüksége. Eljött az ideje, hogy végre tisztán lássuk valódi arcát, valamennyi hazaárulásnak minősíthető cselekedetét, a tiszagyilkosságban játszott szerepét és nyilvánvaló bűnrészességét. Itt az ideje, hogy a róla alkotott hamis történelmi képet letöröljük a történelemoktatás és az ismeretterjesztés táblájáról, mert olyan szeméről van szó, aki egyetlen tisztességes, hazája iránt elkötelezett magyarnak sem lehet a példaképe. Herceg Ferenc írta a két arcképben: Hogy Károly és társai Szent István birodalmával együtt eltemették a magyar becsületet is. Idézem. Tisza életének legtragikusabb pillanata nem az volt, midőn fegyvert fogtak rá, hanem midőn kimondta a képviselőházban a rettenetes szót, a háborút elvesztettük. Ha sosem volt miniszter Tisza, ez órában kellett volna őt a nemzet élére állítani. A birodalmat Tisza sem tudta volna megmenteni, de az óriás sír fölött ott virasztott volna a magyarság jó híre, mint egy bús arkangyal a földtámadás arany a kezében. Idézet zárva. Herceg Ferencnek igaza volt. Köszönöm szépen. És most engedjék meg, hogy Janis Béla barátom mondjon néhány szót arról a nemzeti körről, a Tisza István nemzeti körről, amelynek az elnöke, és amely Nagykovácsiban működik, fejti ki tevékenységét. Kérem, hogy kérlek, hogy néhány szóban ismertest ezt a társaságot. Köszönöm szépen a lehetőséget, szeretettel üdvözlöm a kedves budakeszi barátainkat. Évtizedek óta már, hogy elég szoros a kapcsolat, tényleg sok barátom is lakik itt. Nagy Kovács ugye nincs túl messzire, még gyalog is elérhető. Egy kirándulás alkalmával különösen most érdemes oda amikor már a Tisza Kastély végre az eredeti pompájában látható ajánlom mindenkinek a szíves figyelmébe. A Tisza István Nemzeti Kör jövőre már nagykorú lesz, ha Isten éltet bennünket, és ennek az az oka, hogy Tisza István életműve olyan hihetetlenül hatalmas anyag, amit valójában nem is lehet egy talán egy emberöltőn át sem úgy feldolgozni, hogy minden uh, részletével, minden mozzanatával megismerkedjünk. Amikor 2001-ben megalakultunk, akkor uh, valójában logikus volt a, az a lépésünk, hogy Tisza István nevét vegyük fel, bár nem sokat tudtunk róla, az tény és való, hiszen a kommunista történelem tanítás az szinte nem is emlékezett meg róla, illetve hát miután Károlyi volt ugye a hős, ahogy mondta itt a Attila barátunk, így, így Tisza Istvánnak ebben a millióben nem volt helye. És tulajdonképpen még az is volt az indokunk a névfelvételére, hogy, hogy Tisza, a Tisza család uradalma volt Nagykovácsi, és a rengeteg emlék is van, ami a Tiszákkal összefügg. Az elmúlt 18 év alatt közel 100 olyan dokumentumot sikerült összegyűjtenünk, ami Tiszáról vagy Tiszárótól jelent meg. Nagy örömünkre szolgál, hogy sok olyan dokumentum is van, ami ritkaság számba megy, és voltak éppen nehéz is hozzájutni. Itt említeném meg a Tisza István tragédiájának hiteles története, egy újságíró tollából, Rajner Béla tollából származik, irodalmi műként is felfoghatjuk, tehát nem csak a, az események sorjázása olvasható, hanem valójában egy, egy irodalmi műként is tekinthetünk rá. Engedjék meg, hogy egy, egy pár sort felolvassak ebből részlet, részletként. Négy újságíró hozza Tisza István koporsóját. Mikor már feladtuk a reményünket, hogy a megölt Tisza István grófot halottas ágyában megláthassuk, visszatértünk a kertbe. A kert a Róheim villa kertje. Így Zilahi Lajos egyre azt kérdezte, nincs -e itt valaki a bihari urak közül, akiket ő ismer, és akik őt ismerik? De a komornyik erre a kérdése is tagadó választ adott. A Tisza család lakosztályából végre Bachmannek budapesti te temetés rendező jött ki, és ezekkel a szavakkal fordult hozzám. Nézzék, uraim, önök csak egy módon, mint az én munkásaim juthatnak be Tisza István gróf szobájába. Őjenek velem az Egresi útra, hozzuk el a koporsót, és akkor az öltöztetésnél is jelen lehetnek. Egy pillanatig sem kérettük magunkat, és Bachmanek úr társaságában azonnal elindultunk az Egresi útra. Éjjel 12 óra volt már, amikor az Egresi út 13 szám alá érkeztünk. Bachmanek úr itt tartotta a raktárát. A sötét éjszakában egy szál gyertya fénye mellett mentünk fel a ház padlására, ahol Bachmanek úr egy zöldes görög szarkofágra mutatott. Ez lesz a kegyelmes úr koporsója, ez az utolsó darab, édesapja is ilyenben nyugszik. A görög szarkofág üresen is sokat nyomott, csak nagy nehezen vittük le az udvara, ahol ablakos horgonybetét, puha fekvőbetét és helyenvánkos került még beléje. Az udvaron ott állt egy kocsi, arra felraktuk a koporsót, négyen a kocsi tetején, a koporsó körül foglaltunk helyet, aztán megindult a menet vissza a Hermina útra. Ideig rendben volt minden. A koporsóval útban voltunk, és Bachmanek úr csak azután valotta meg, mennyire fél a népharagjától. Ha valaki megtudná, mondotta, hogy Tisza István koporsóját hozzuk, abból nagy baj származna. 918-ban éjjel fél egykor valóban nem volt kellemes a ligetben járkálni, különösen nem tiszta koporsóját vívő kocsi tetején. A liget tele volt ordítozó emberekkel, minden pillanatban felénk robogott egy-egy teherautó tele fegyveres emberekkel, és folytonosan revolver és puskalövés zaját hallottuk. A helyzet számunkra nem volt biztató, de azért nem csüggettünk. Ha egy teherautó jött felénk, megálltunk a legközelebbi gázlámpánál és eloltottuk, a sötétbe pedig megvártuk, míg újra tiszta lett a levegő. Ezen az éjszakán legalább 15 városligeti gázlámpát oltottunk el, míg végre a Róhány villa elérkeztünk. Mikor a kocsi begördült a villa kapuján, Bachmanek jobban fellélegzett, mint bárki más közülünk. Ez továbbiakban is így olvasható, ahogy például a vonaton leviszik Tiszát, és ott is a, a szabaduló katonák őrjöngése, részeg, dőngése tiszát már akkor is ott is ö, szapulták és szitták, és reszkedtek attól szabályszerűen, hogy míg odaérnek, tényleg a koporsót is széttörik, széthúzzák, nem kimérnek senkit és semmit, de elég viszontagságos út után megérkeztek Gesztre, és, és azóta is ott nyugszik, most voltunk ott szombaton a, a Tisza család geszti emlékőre meghívására, akivel szintén már idáig tíz éve, hogy tartjuk a baráti kapcsolatot. Az ottani kastély volt ugye az ősi szállóhelye, szálláshelye a Tiszáknak, és ott van a kripta is, ahol a Tiszákat eltemették. Tisza Istvánnak egyébként ugyanúgy, mint Kádár Jánosnak valaki, mint a mai napig ismeretlen ember ellopta a koponyáját úgyhogy ez csak egy érdekes adalék. Úgyhogy a másik könyv, amit csak úgy megmutatnék, ami érdekes, megint csak egy jellemző dolog, Fényes László védőbeszéde a Tisza perben, a forradalom okai és a Tisza bűnve, bűnper vágya, hogy milyen volt az az akkori állam berendezkedésnek mondhatnám, tehát tudjuk, hogy Fényes László is ott legyeskedett a Tisza gyilkosság körül, és ennek ellenére, ugye miután nem volt ellene vád, mert nem lehetett rá bizonyítani semmit, ezért nyugodtan védőbeszédet is mondhatott az elbarátai elítélésekor.